tagja, egyébként pedig főállású munkája vagyok, és önkéntes munkája marketinges. Majdnem a napi alapot tartok, ugyanis délelőtt egy Aktia terméket, egy Aktia szolgáltatást mutattam be, és amiben most lesz szó, az szintén egy Aktia szolgáltatás. Az Aktia az a Dupár projekt vezetőjének, alapítójának a cége. A többiről pedig beszélünk hamarosan. Kik vannak itt? Ami engem most érdekelne, hogy egyfőbb van, aki nem tudja, mi az, hogy Dupár. Szerintem már most ezen a napon ilyen nincsen. Jó. Ki az, aki fejlesztő, Dupár fejlesztő most itt a mai napon? Jó. Ki az, aki érdeklődő cégképviseletében közösségeket hasonló? Ebből is vagyunk néhányan, jó? És ki az, aki próbálta már a Drupal Commons, vagy nézegette, vagy utána nézett, hogy milyen volt a jó, akkor lesz miről beszélni, és lesz kinek beszélni. Jó. Mi a Drupal Commons? Ezt szeretnénk megtudni, ezért vagyunk itt. Jó. Egyfelől a Drupal Commons az egy Drupal rendszer, annak minden előnyével, tehát szabad szoftver, vagyis ingyen elérhető, fontos PT mindig felhívja rá figyelem, ingyenes, ingyen elérhető. Általában aki használja, az utána valamilyen módon vissza is ad a közösségnek, tehát ha nem is fizet, de valamilyen módon hozzájárul. Nyílt forráskódú, ez miért érdekes nekünk? Azért érdekes, mert ellentétben zárt forráskódú szoftverekkel, hogyha valami nem úgy van, ahogy nekünk tetszik, vagy valami hiányzik, amit szeretnénk, akkor egy Drupal alá maguk is elkészíthetjük, vagy ha éppen nem értünk a programozáshoz, akkor elkészíthetjük valakivel. Ez főleg cégeknek lehet fontos. Nem kell várni arra, hogy a szoftver fejlesztő, akit mi megvettünk a szoftver X összegét, nagyon drágán, utána még könyöröghessünk neki, hogy ugyan csinálj már meg egyfelé, nem lesz az igazi. Itt keresünk valakit, és fogunk is találni, aki megcsinálja, hogy egyébként az lehet, hogy magunknak csináljuk. És akkor mi a Drupal Commons? Drupal Distribúció. Distribúciókról beszéltem ma már, én is értve beszélt Boba és Csicsi László is a mai napon. Ez a disztribúció, ennek van és mondja el, hogy mi a disztribúció, van, aki nem tudja, hogy mi az, hogy Drupal disztribúció. Szuper, nem tagozunk. Szóval Drupal disztribúció, megint két alá mondottam, egyfelől Drupal, másfelől disztribúció. Drupal mit jelent, erről is beszéltünk már ma. Drupal egy olyan dolog, mint a Lego, azt hasonlunk összeverül, amit akarunk. De ha kényelmesek vagyunk, sietünk, nem érünk el, nincsen pénzünk, akkor választunk egy disztribúciót, ahol elszaladták nekünk a Legót. Éppenséggel, ha akkor szeretnénk, azt is lehet Legóból összerakni. És a közösség oldalt szeretnénk, azt is lehet összerakni Drupalból. És van is, aki már megcsinálta, ez a Drupal Commons. Az Aktia szerint a Drupal Commons az egy social but business software. Mit jelent ez? Próbáltam megkeresni, nagyon nem találtam. Nem is lehet a mozás fordítást. Nem tudom fordítani a szavaként, nyilván értitek ti is. Én mégis találtam az egy meghatározást, amit mindjárt megmutatok, de próbáljuk először körbejárni. Egyedül nem megy, tudjuk ugye már a ripacsok óta. Miről van szó? Ugye az Aktia a Drupal Commons a cégeket vette célba elsősorban. Persze nem jelent az, hogy csak nekik lehet használni. Arról van szó, hogy a cégeknek sem jó egyedül lenni. Nem véletlen, hogy például a Facebookon nagyon sok ismert márkanév ott van, és próbálnak maguk köré közösséget építeni. De nem biztos, hogy az az ideális megoldás, hogyha mi a közösségünket egy másik szolgáltatónál építjük és hozzá vagyunk kötve. Lehet, hogy a cégek vagyunk, akkor lesz arra pénzünk, hogy foglalkoztassunk egy-két fejlesztőt, és használjunk egy saját rendszert, amit ráadásul saját képünkre szabhatunk, és akkor tudunk majd közösséget építeni, ami a céget segítheti, elköteleződés, ismertséget, bármi segíthet, és ennek a kommunikációra is szolgálhat majd a Drupal Commons, interneten, cégen kívül, cégen belül, bármilyen közösségekben lehet, ez egy nyitott vagy egy zárt közösség, erre való Drupal Commons, ezért neveztem én ezt egy kulcsvetés közösségi rendszernek, amit az Aktia szándéka szerint elsősorban vállalatoknak, enterprise szektornak szánt, de ez nem kizárólagos felhasználósi lehetőség természetesen. És akkor miről szól a Drupal Commons? Nézzük meg egy kicsit. A Drupal Commons alapvetően vagy a közösségről, és a közösségről akkor csoportokról szól. A Drupal Commonsnak a lényege az, hogy csoportok köré épül, csoportokat hozhatunk benne létre, és két dolog kötődik ezekhez a csoportokhoz és egymáshoz is. Egyfelől a csoportokhoz tartoznak személyek, akik alkotják ezeket a csoportokat, és tartoznak tartalmak, különböző dolgok, amit ezek a csoportokban létrehoznak ezek a személyek, a csoport tagjai. Hogy néz ez ki a részletekben? Ugye nyilván nem csak egy csoport lesz egy Drupal Commonsban, és nem egy felhasználó, és nem egy tartalom, mindenből sok. Ezek mind összefüggnek egymással, és a Drupal Commonsnak és Drupalnak az a szépsége, hogy ezt mind tudja kezelni. Ezek mind összefüggnek, kezelhetők, hogy mit csinál vele? Nézzük meg egyenként. Azt mondjuk, hogy van egyszer csoport, és ez az alapja mindennek. Mit tud a csoport? Csak a legfontosabbakat fogom nyilván nem mondani. Ami lényeges lett egy csoportról az, hogy ez a csoport ez lehet egyfelől önszerveződő, vagy felügyelt.
mindig a felhasználó döntheti el. Vagyis azt jelenti, hogy bárki létrehozhat csoportot, vagy azt mondom, hogy a menedzser, az oldal menedzsere hozza létre a csoportokat, és más nem hozhat létre. Lehet, hogy nyitott vagy zárt egy csoport. Létrejött a csoport, valaki létrehozta, vagy a menedzser, megint csak megmondhatom külön, hogy ennek a csoportnak valaki tagja lehet, vagy nem, be lehet jelentkezni engedély nélkül, vagy kérni kell azt, hogy felvegyenek, vagy csak a csoportmenedzser mondja meg, hogy kik a tagok, és csak azok lépnek be. És ha ezt eldöntük, akkor még egy, van még egy jogosultsági szint, ez pedig az, hogy publikus vagy privát a csoport, ez pedig azt jelenti, hogy ez egyáltalán látható ez az oldalon, ez a csoport, vagy nem, ezt is külön lehet szabályozni. Ez, amit kimondott a csoport jellemző, de persze minden mindennel összefügg, ezt mindent látni fogjuk, menjünk tovább a tartalmakhoz. A tartalmak azok a csoportokhoz kötődnek szintén, tehát amiket itt látok, ezek tartalom típusok, ezek mind elérhetők egy csoporton belül. Tehát egy csoporthoz tartozhat fórum, vagy ahogy az eredeti elnevezés, ez discussionnek nevezi. Lehet dokumentumokat tárolni egy csoport, amelyet csoporthoz rendelni. Tehát ez különböző fájlokat jelent, szöveges dokumentum, kép, videó, bármit hozzá csatolhatunk és kezelhetünk csoport szinten. Lehet ennek blogok, amik csoporthoz kapcsolódnak, illetve személyekhez. A mikroblog, ez körülbelül a Twitter-szerű dologra kell gondolni, a tárgondolatos üzeneket küldhetünk csoporton belül, illetve az egész oldalnak is lehet saját. Van egy mikroblog része, szavazás az a Drupal alaptervezetben is benne van. Van egy eseménynaptár megvalósítva, ez megint úgy viszont, hogy van csoportszintű eseménynaptár, és van egy közös oldalnaptár. Tehát az egyes csoportok eseményei megjelenhetnek egy közös naptárban is. Lehet wikiket létrehozni, és természetesen RSS szolgáltatás, itt van RSS aggregátor, tehát ami más oldalak RSS csatornáit olvassa be, és természetesen a csoportok is tudnak saját RSS hírforrás szolgáltatni. És akkor a harmadik összetevő, ugye a csoport tartalom után a személy, személyek alkotják a csoportokat. Személyekhez tartoznak profil oldalak, amiknek a jellemzőitek van, egy, minden személynek lehet egy képe. Fel lehet írni személyes adatokat, alapvető jellemzőket az alaprendszerben, nevegyenek, munkahelyek, és akkor utána olyan funkciókkal bővíti ezt a rendszer, mint például, hogy lehet barátkozni. Ez ugye már közösségi funkció, el lehet jelölni valami barátnak, lehet jelölni, el lehet fogadni, vissza lehet utasítani. Van egy olyan szolgáltatás, mindenki magának bejelölhet a Commons oldalon belül tartalmakon belül kedvenceket. Ez egyébként a reggel ezzel kezdtük a napot, a flag modulra épül, egy flagnél működik. Van a személyre szóló információk, ezt úgy kell érteni, hogy én láthatom, hogy azokban a csoportokban, amikhez tartozom, mik a friss információk, mik történtek, ezt listázza a saját oldalamon a Commons. És nyilván láthatom azt, hogy milyen csoportokhoz tartozom, és hogy izgalmas, hogy legyen, van még egy pontozási rendszer, a felhasználók azok különböző dolgokért kapnak, különböző tevékenységekért a Commons-on belül kaphatnak felhasználói pontokat. Tehát ha valakinek sok pontja van, azon látszik, hogy feltetően aktív az oldalon belül sok mindent csinál. Jó, és ha beszéltünk csoportról személy tartalom, miről nem beszéltünk még, ezeknek az összefüggés, milyen összefüggés van ezek között. Ezek alatt értem gyakorlatilag azt, hogy milyen szolgáltatásokat kínál ezekkel kapcsolatban a Commons, amit már nekünk nem kell külön megvalósítani, megoldani, mert ez is készen van. Egyik kedvencem beszéltem a Drupal Gardens-nél, és róla a Visivix szerkesztő, gyakorlatilag a programozók nem szeretik, viszont az ügyfél mindig kéri. Van egy e-mail értesítési funkció, itt kaphatunk értesítés, hogy egy tartalmunkhoz hozzászóltak, és egyéb eseményekről. Vannak tartalomajánlók, kategória címkézés, ezeknek egy része benne van az alaprendszerben, és más az már egy fejlesztés. Vannak úgynevezett dashboardok, illetve személyes kezdőlapok, ez személyhez kötődően is van dashboard a Commons-ban és csoportoknak is. Ez testre szabható lesz hamarosan egy újabb verzióban, most még nem, és szintén Drupal örökség, hogy jogosultság kezeléssel bírálja, már beszéltem a csoportok kapcsán egy elég összetett. És ami még egy érdekessége a rendszernek, hogy van egy belső saját statisztika rendszere, ahol nagyon szép grafikonon tudja mutatni, hogy mi történt az elmúlt időszakban. A rendszer ezt láthatja velünk. No, nagyon gyorsan és pörögve körülbelül ennyi, és akkor még nézzük rá egy kicsit, hogy néz ki ez a valóságban is. Az Apriának van egy demo oldala, ahol működteti a Drupal Commons-t. A Commons rendszer fent van, ide lehet regisztrálni, be lehet lépni. Ha minden jól megy, akkor nekem is sikerül. Mindjárt sem nézzük először. Tehát így néz ki, ahogy itt ezt az oldalt látjuk, ha F11-es mutatok fel, mész többet fogunk látni. Egy Drupal Commons rendszer, ha feltelepítjük, ez a megjelenése, egy viszonylag neutrális, semleges megjelenést találtak ki hozzá, ennek az volt az elképzelés, hogy aztán majd mindenki tudásától függően csinosítja, alakítja a saját szándékai szerint. Középen látjuk legfrissebb tartalmakat, jobb oldal, bal oldal, különböző blokkokat, ezeket nyilván lehet variálni. A notices, ez csoport adminisztrátoroktól érkezhetnek ilyen megjegyzések, arra szolgálnak, hogy fontosabb dolgokat külön üzenhessünk.
itt van a Twitter jellegű sharebox, nem tudom szépen fordítani, mondjuk a szójbe funkció, nyilván ettől kicsit kedvesebben is meg lehet fogalmazni. Felhasználok itt a pontozás, amiről beszéltem, a legaktívabb felhasználok. Jay Batson a legaktívabb, ő a gondozója az apjújánál ennek a Rudolf Hammers disztribúciónak, ő az apja, a társalapítója Disz mellett, Disszel együtt. Itt látjuk az új csoportokat, és akkor meg tudunk belépni. Látszik, hogy mi van olyan, hogyha valaki nem ott lép, de nem itt. Itt van. Remélem, hogy emlékezni fogok minden jelszóra. Elépítjük értem, hogy nem akarjuk megidézni. Honnan fogunk is sikerül belépni. Ilyenkor itt látszik, hogy meg vagyok, ez most már az én személyes profilomra nézzünk rá, nem raktam fel képet, de ez itt lenne, adataim, amiről szintén beszéltem. És akkor itt láthatóak azok a csoportok, amikhez én regisztráltam, viszonylag sok van. Egyféle testfunkció mellett, egyféle tájékoztató oldal is ez az apjának a Commons-ről. Tehát itt vannak olyan csoportok, például ez a Documentation, ahol infót próbálnak adni gyakran ismételt kérdésekről, kérdések és válaszoknak a csoportja. Hát tesztelek is a rendszerpapírekkel egy csoport, és akkor itt van az információs arra beszéltem, a legutóbbi aktivitások, mit történnek a rendszerben. Itt is láthatom az én csoportja, amit innen el tudom őket írni közvetlenül, és valamelyiket kiválasztom, akkor innen átmegyek abban a csoportban, ahol tartozom. Barátoknak minden jelöltem senkit ebben az oldalban. És akkor ez most éppen egy csoport a Commons-on belül, ezek köszönöm, és akkor itt vannak a tartalmak, amik kizárólag tartoznak, ilyen tartalom típusok léteznek ebben a csoportban. Így néz ki, itt is van egy külön Twitter csatorna, és látszik itt most csak a csoportra vonatkozó információk és a csoport tartalom, illetve a csoport tagként jogosultságon van ilyen tartalom típusokat nekem is beküldeni. És akkor nézzük meg ezután, nem kell innen elmenni, csak itt kell váltani, hogyha ez pedig itt már az én saját oldalamon egy Drupal Commons felépítés. A Drupal Commons letölthető az Acquia oldaláról, és utána használjuk. Ingyenes az alkalmazás, természetesen itt minden Drupal disztribúció. Ez is ingyenes, a használatáért nem kell fizetni, de kapcsolódik vele Acquia-féle fizető szolgáltatásokat, de magát a rendszert használhatjuk egyedül. Letölthetjük, próbálgathatjuk. Én most ezt feltöltöttem egy saját oldalra, megpróbálok itt is belépni. És ha itt nézegetjük, akkor nyilván most már adminisztrátor funkciókkal együtt fogjuk látni. Amiért a telepítésről tudni kell, ez Facebook Béla egyébként a Vígszínház művésze, itt nem úgy hívják az oldalon, mert titkolom, hogy kiért. Ilyenkor, mint amikor vagyunk el, akkor megadjuk az admin menüt, amit érdemes használni mindenkinek, aki útvala foglalkozik, mert egy kényelmes, nem véletlenül a Drupal testben bekerült egy hasonló funkció. Igyekszem. A telepítéshez akartam még elmondani, fontos tudni, ezt most nem fogom megmutatni. A telepítés viszonylag hosszú folyamat, és nem kell meglepődni, ha úgy tűnik, hogy nem történik semmi élet. Viszont a sok script fut a háttérben, mire elkészíti ezt a profilt, várakozik el türelmesen. És még egy fontos dolog, hogy a telepítés valamilyen okból, amikor elkezdjük a telepítést, akkor alaphelyzetben egy normál Drupal telepítést ajánl fel, tehát itt érdemes odafigyelni, hogy kattintsunk át a Drupal Commons disztribúciós, ezt telepítsük fel. Itt hasonló dolgokat láthatunk, két dolgot szeretnék kiemelni, amit a másik oldalon nem lehet megmutatni, hiszen ott nem én vagyok az adminisztrátor. Így nézve az analitik, amiről beszéltem, amint bejön, ez elég üresnek tűnik, mert túl sok mindent nem csináltam benne, de azért itt látszik, hogy vannak különböző tartalomtípusok is, ezeket ilyen grafikonokon, illetve hát ezeken a grafikonokon is ábrázolnám, hogyha lenne jó sok, amit meg tudna jeleníteni, mivel nincsen, ezért ez elég üres. Illetve egy másik fontos dolog, ami első esetleg okozhat meglepetést, az már is megvan. Van egy pici Drupal Commons modul és egy saját fejlesztés, ami ehhez a rendszerhez készült. Ennek a dolga az, hogy összehangolja az egyéb külső közösségi modulokat, illetve van benne egy ilyen vicc, ez a jelölő.
Mikor feltelepítünk egy Drupal Commons rendszert a saját szervezetre, alaphelyzetben azt feltételez az Acquia, hogy ezt még privát rendszernek szálljuk. Ezért, ha valaki nincsen bejelentve, ez akkor semmi más nem fog látni, csak az, hogy jelentkezzél be, vagy regisztrálja. Már ezt engedélyezzük egyébként. És ez, ennek a feloldását, ezt nem véletlenül sem a jogosultság között kell keresni, hanem a force users login, a Drupal Commons beállításoknak kell kivenni a privát innen. Ha ezt kiveszik onnan, akkor ezen nyilvános lesz az oldalunk, és utána már az egyéb jogosultságokat a Drupalban megszokott módon a jogosultságkezelő rendszerrel, illetve az Organic Graphs jogosultságaival lehet szabályozni, ez még nem voltam eddig, a csoportnak a Drupal Commons-ben az Organic Graphs modulra épül. Azt hiszem ez, és itt még van néhány csoportokkal kapcsolatos beállítás, ami érdekes lehet. Szerintem lóvágtában ilyen tempójú beszédből hirtelen ennyi elég lesz, körülbelül az időm is lejárt, kérdésre szívesen válaszolok majd még itt az előadás után is. Köszönöm szépen! Egy apró dolog még. Ugye láttuk, hogy egy elég semleges oldal a felkölt a Canvas oldal. Ez nem sok megvan, hogy inkább minden igaz, így fog kinézni, legalábbis az Apple azt ígéri, hogy ilyenre fognak váltani, és ha minden jól megy, akkor a betölthető disztribúció is valami hasonló megjelenik, akkor majd ez már jó lesz. A diák elérhető lesz, akkor a betölthető a tőlemet egyet megtalálják. Köszönöm szépen, kérjen. System.